Sziasztok, Szilágyi Áron vagyok, ez pedig a 7 részes doromboktató sorozatom, a Pendüljünk Együtt. A közös játékon keresztül, teljesen kezdőszintől, a leghalladóbb játéktechnikákig lehet eljutni. A gyakorlatokat velem együtt, azonos tempóban kell végrehajtani. Mire van szükséged? Egy darab G-hangolású dorombra. Az sem baj, hogyha nem pont G-s, csak így harmonikusabban, szebben tudunk majd együtt játszani, valamint nyugalomra, és arra a kis időre, amit csak a Pendüljünk Együtt közös dorombozása szánsz. A Pendüljünk Együtt doromsorozat ezen részében olyan hangeffekteket fogunk megtanulni, amivel feldobhatod a dorombjátékodat, izgalmasabbá, érdekesebbé teheted. Következő játéktechnikának a nyau-nyau nevet adtam, mivel azt kell mondani közben, hogy nyau-nyau. Nagyon könnyű, hiszen a nyelvedet úgy helyez, mint hogy azt mondod, hogy ny-ny-ny. És ebből az állásból hátra kell húzod, egészen hátra húzod, úgyhogy közben az orrodon keresztül lélegzel, nem a szádon keresztül. Itt egy teljesen izolált légkamrát, rezgő kamrát képzel a szádban. Próbálj ki. Nyau, 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 nyau. Értelemszerűen nem kell mondanod a hangszalagjaiddal, hanem csak úgy kell artikulálni. Próbáljuk meg együtt. Természetesen ezt is lehet variálni. Nya-n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 ya
mindenkitől nézed ezt a videót, és nem röhög a teljes család azon, hogy milyen oktató videókat nézel, ami közben nyávognak. Szóval annak ellenére, hogy ez egy dorombogtató videó, nem macskáknak szól, hanem embereknek. Jó, remélem figyeltél arra, hogy végig az orrodon lélegeztél, és egészen magas hangból mély óra tudtad lehúzni ezt a hangot. A következő technika is egy rajzfilmes effekt lesz. Egy ilyen rugó pendüléshez hasonlít. Ennél a technikánál is végig orron keresztül kell lélegezni. A nyelved hátulját tapaszd a garatod első részére, a lágy szájpadlás elejére, mint amikor azt mondod, hogy gong, g, g, g. Pendítsd meg a dorombot. Hogyha egy picit elkezded mozgatni a nyelvedet előre, akkor már is hallod, hogy elkezd vibrálni a hang. Most ezt a mozgást lehet annyira előre-hátra vinni, hogy egészen magasra felmegy a doromnak a hangja. Hallgass! Mint amikor azt mondja, ebből a g állásból goi, goi. Próbáld ki te is! Játsz velem együtt, ugyanezzel a sebesség. Goin, 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 goin. Fontos, hogy az ajkaidat sem mozgasd, és nem is kell a hangszalagokkal mondani.
Nagyon jó. Hogyha ez megvan, akkor már is mehet bele ez a... Nyelvedet előre, hátra húzogatva, viszed föl egészen a fogadig. A nyelvedet szépen előre egy mély ó állásból, egy magas i állásba előre viszed. Úgy, hogy végig az orrodon lélegzel közben. Majd ugyanezt visszafelé is kipróbálhatod. Na most, hogyha már izomláz van a nyelvedben, akkor nyugodtan hagyd abba, addig is megmutatom, hogy ez mondjuk zenében hogy tud megszólalni, hogy tudod beleépíteni valamilyen dalba, amit játszol. Hogyha már tudod ezt a technikát, akkor ennek különböző változataival nyugodtan kísérletezhetsz. Pendüljünk együtt, iratkozz fel a csatornámra, kommenteld a videót, tarts velem a következő részben is, izgalmas dolgok fognak történni. Sziasztok!